Előzetesen 2500-an regisztráltak, hogy szeretnének részt venni a pályaválasztási kiállításon, ám a Buszacsába már a kiállítás első napján jóval többen, közel 6000-en érkeztek megyénk különböző településeiről. Nyolcadikosok vagyunk, és Nyíltasról jöttünk az általános iskolából. Azért érkeztünk ide, hogy megtudjuk, hogy melyik iskolában hogy lehet jelentkezni, és minél több érdekességet kapjunk. A rendezvény hivatalos megnyitóján a szervező munkaügyi központ vezetője kiemelte, ebben az évben már 3000 pályakezdő fiatalnak sikerült segítségükkel munkát találni. Rezsőfi István hozzátette, a kiállításon persze nem csak a már végzetteket várják, hanem elsősorban a pályaválasztás előtt állókat. Legyen szó negyedikes diákról, aki 8 osztályos gimnáziumba vágyik, vagy éppen 14 éves tanulóról, aki még nem döntött el, hogy hol tanul tovább. Én már 14. alkalommal kerül megrendezésre a megyében a pályaválasztási kiállításunk, és egy olyan jó 10 éve már itt vagyunk a Bújtosi Szabadidő Csarnokban, és ezért is hál' Istennek itt tudunk lenni a parketta felújítások után. 71 kiállító van a mai rendezvényünkön, egy jó részük iskolák, a másik felük munkaadók, a harmadik pedig a partnerszervezetek, akik szintén segítenek elhelyezni az elhelyezkedésben és a jó döntésben. Megyénk valamennyi oktatási intézménye bemutatkozik a pályaválasztási kiállításon, az iskolák pedig igyekeznek minél színesebb és érdekesebb standokkal kedveskedni az érdeklődőknek. A megyei közgyűlés alelnöke szerint Szabolcs-Szatmár Bereg gazdaságfejlesztéséhez szorosan fűződik a diákok továbbtanulása és a munkahelyek megfelelő kínálata is. Azt gondolom, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a munkahelyek megőrzése, illetve a munkahelyek bővítése az egyik legfontosabb feladatunk. Az ilyen és ehhez hasonló rendezvények ebben azért nagy segítséget jelentenek. Egy ilyen remek szervezéssel, ennyi résztvevővel azt gondolom, hogy biztos, hogy hasznos minden ide látogatónak és kiállítónak is. A pályaválasztási kiállítás pénteken is várja az érdeklődőket 9 órától egészen 16 óráig.